Szeretettel köszöntöm ismét a Hír TV online nézőit és a Hír TV követőit. Most itt vagyunk a Momentum kampányközpontjánál, de előző bejelentkezéseinknél is láthatták, hogy egész nap folyamatosan élő közvetítésekkel segítjük a tájékozódást a mai választási napon. A kollégánk az előző bejelentkezésében elmondta, Szél Bernadett, miután látta a szavazatát sajtótájékoztatóján, érdemben nem kommentálta azt, hogy ilyen magas, közel 30%-os volt a részvételi arány 11 óráig. Karácsony Gergely viszont azt mondta, hogy ez egy kritika az egész Orbán kormány számára. Most pedig itt a Momentumnál Hajnal Miklós kérdezünk meg arról, hogy ő neki mi a véleménye arról, hogy ilyen sokan elmentek már szavazni eddig. Hát én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki most nézi ezt az adást. Mi nagyon örülünk ennek az eredménynek egyelőre. Ugye 30% volt a részvétel 11 órakor. Most hamarosan jönnek az újabb számok, mi bízunk abban, hogy fent tudjuk tartani ezt a lendületet. Mert ha fent tudjuk, az ugye azt jelenti, hogy egy 70% feletti részvétel várható, és az két dolgot jelent. Egyrészt azt jelenti, hogy leváltható az Orbán kormány, ez egy minimális részvétel, amire szükségünk van ahhoz, hogy elmenjen elég ellenzéki szavazó. A másik dolog, amit jelent, az az, hogy a Momentumnak igenis van esélye bejutni a parlamentbe, sikerül megmozgatnunk a fiatalokat, sikerül megmozgatnunk a bizonytalanokat. És nekünk ugye ez volt a legnagyobb kérdés, most a közelmúltban is megjelent egy közleménykutatás, ami arról szólt, hogy körülbelül van egy 900 ezer bizonytalan szavazó, aki mérlegeli, hogy elmenne szavazni, és a harmaduk akár a Momentumra is szavazna. Ha őket meg tudjuk mozdítani ebben a következő néhány órában, és ők is leteszik a voksukat, akár a Momentum, akár bármelyik másik párt mellett, másik ellenzéki párt mellett, azzal nagyon nagy lépést teszünk előre a kormányváltás érdekében. Én most ez alapján, számok alapján bizakodom abban, hogy mi ott leszünk a parlamentben, és természetesen bízom abban, hogy mindenki szól a rokonságában, szól a baráti körének, hogy aki még nem ment el, az szintén menjen el szavazni, mert ez most a legfontosabb, egy normális demokrácia az úgy működik, hogy mindannyian megcsináljuk ezt, és akkor fog olyan eredmény születni, ami a leginkább igazságos. Persze egy rendes választási rendszerben lenne ez a leginkább igazságos, ez a mostani választási rendszerre nyilván nem igaz, de azt gondolom, hogy ez a fajta mozgósítás, ez a fajta részvétel, ez az, amire szükség van ahhoz, hogy leváltsuk az Orbán kormányt. Ön leadta már a szavazatát? Így igaz, én reggel 8 körül adtam le a szavazatomat, szóval az egyik első dolgom volt. És hát a Momentumban is azt hallom mindenkitől, hogy most már lassan mindenki leadta a szavazatát. De körülbelül azért szerintem a szavazni vágyók fele még nem ment el, még hezitál kicsit, hogy akkor kire, még esetleg utoljára átolvassa a híreket, esetleg belenéz egy programba, átgondolja, hogy kire tegye az X-et. Én bízom abban, hogy a következő 5 órában tudnak döntést hozni, és mindenki elmegy szavazni. Bent az előbb Soproni Tamás kollégája azt mondta, hogy Momentum meg lesz 10%, meg lesz, és benn lesznek a parlamentben. Ön is ennyire optimista? Na, Tomi abszolút optimista most, tehát azért ez a fajta részvétel, ez számunkra is meglepetés, és nyilván bízunk abban, hogy este mi is meglepetést tudunk majd okozni a Momentum eredményével. Tehát a Tomi a kampány koordinálásában maximálisan kitett azért, hogy mind a terepmunkában, mind pedig mindenfajta kommunikációs tevékenységben a Momentum próbáljon minél egységesebb lenni, és ténylegesen azt hiszem sikerült az elmúlt hetekben egy olyan kampányt folytatnunk, amilyet a mi szavazóink tőlünk vártak. Mi nem mentünk bele abba a fajta üzengetésbe és egymás gyepálásába, amit azért itt láttunk az ellenzéki oldalon. Én bízom abban, hogy ez sokaknak rokon szemes lesz, és akkor akár 10% is meg lehet. És mi van akkor, hogyha nem hogy a 10, hanem az 5% sem lesz meg, és nem jutnak be a parlamentbe, mi akkor a következő lépés? Hát folytatni kell a mozgalmi politizálást, tehát nekünk borzasztóan sok ember szavazott bizalmat eddig is. Tehát nyilván itt lehet azt mondani, hogy 1-2-3% az most éppen mennyit ér, de azért tízezrekről, százezrekről van szó, és fel tudtunk mutatni eredményeket a rendszerrel szemben. Ha például csak arra gondolok, hogy az utóbbi héten 3 millió forintra bírságolták összesen a Fidesz miattunk, azt szerintem egy nagyon szép eredmény a jogi csapatunktól. A parlamenten kívül is folytatni kell ezt a munkát. A parlamenten belül nyilván vannak olyan további eszközök, amikkel tud élni egy képviselő, tud élni egy párt. Mi bízunk abban, hogy mostantól kezdve egy fegyverrel több lesz a kezünkben, de hogyha nem, akkor is folytatjuk a harcot. Hajnal Miklósnak köszönjük szépen. Önöket pedig egész nap várjuk a Hír TV előtt, illetve a Hír TV online-on is, élő közvetítésekkel, folyamatos friss eredményekkel, statisztikákkal. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!